Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy ígértem, vegyes minőségű hanganyag javításáról lesz szó. Én azt mondom, hogy az előző részeket is legyetek szívesek megnézni, mert azokra fogok alapozni, bár ahogy ismertek, én többször el fogom mondani ugyanazokat, az alapismereteket is menet közben, de legyünk őszinték. Anélkül, hogy megértenétek, hogy mit csinálunk, anélkül nem biztos, hogy jól és hatékonyan fogtok dolgozni. Na hát induljunk is neki, nézzük is meg, mi a mai anyag. Azt hiszem, az előzőek alapján mindenki el tudja képzelni, hogy hogyan kellene megoldani ezt a problémát, amit itt látunk. A probléma ismert. Itt van egy halkrész, itt van eléggé nagy tüskékkel rendelkező rész, itt pedig van egy általánosabb rész. Azaz ezt a hármat, négyet, attól függ hányfele osztjuk, jó lenne, hogyha összehoznánk egy normális, nagyjából egyforma hangerejű témává. Azaz itt első körben érdemes lenne valamiképp egyenletesebbé tenni a hangot, azaz darabolni kell a hangot, nem vágjuk fel az audiofájt, pedig az lenne a legideálisabb, hogyha akkor, amikor a készítő a hangos könyvet felolvasó ezt összefűzte, ezt a részt felhangosította volna, ezt a részt is normalizálta volna, illetve levágta volna a tüskéket természetesen, majd ezzel a résszel is ugyanezt megcsinálva mind a hármat egyforma hangerővé, egyforma minőségűvé téve úgy fűzte volna össze. Gyakorlatilag utólag ezt eléggé macerás megcsinálni, de nem lehetetlen. Illetve természetesen szerencsére, jelen pillanatban azt kell mondanom, szerencsére lehet látni az összeillesztési pontokat, egy picit belenagyítok, és már rögtön látod, hogy itt is, meg itt is összeillesztési pontok vannak, ahogy egymás mellé rakosgatta a hanganyagot, összefűzte. Ezeket érdemes kivágni, hogyha nincsenek valami kifejezett értelmes funkciója, és utána egy folyamatosabb beszédet tartalmazó hanganyagot kapunk, azaz nem lesznek szünetek. Na, első körben természetesen mit csinálunk? Első körben megnyomjuk a Ctrl F-et, és átlátjuk, hogy ez minimum háromfele osztható anyag. Az első osztat, ez a nagyon halk rész, ide megyünk, ide rákattintunk ezzel a kis eszközzel, és egy picit belenagyítunk, és a szünet közepét eltalálva, a Shift Home gombot megnyomva gyakorlatilag kijelöljük a halk anyagrészt. A halk anyagrészsel mi a tendő? Hangosítani fogunk rajta. Hatás és normalizálás, a szokásos mínusz 2 decibelt meghagyjuk és normalizáljuk. Na, hogyha most ebben a pillanatban megnyomjuk a Ctrl F-et és az egészet egybe látjuk, akkor már látható, hogy már sokkal szebb dinamikájú a hanganyagunk, azaz gyakorlatilag van egy javított verziónk, van egy olyan, amihez még nem nyúltunk, de ezt nem normalizálni fogjuk, hanem első körben limitálni fogjuk, hogy ez a kettő, három tüske eltűnjön, hogy a következő normalizálásnál már szabad hely legyen, hiszen ezt hiába próbálnánk meg normalizálni, már a legerősebb, leghangosabb fent van a maximum értéken, így a többit nem tudja megemelni, hiszen van egy ütközőpont, a legmagasabb hangerő. Azaz, ide megyünk, megkeressük azt a pontot, ahol éppen a kettő összeér, ez gyakorlatilag belenagyítással, meg egyéb ilyen kis műveletekkel történik, majd utána megkeressük a másik osztatot, tehát ahol elosztják ezt a részt, a Shift lenyomásával eljövünk ide. Tehát Shift és eljövünk ide, hogy ott legyen, ránagyítunk, és látható, hogy jól el is találtuk. Lehet, hogy ez valamilyen zenei átvezetés, de jelen pillanatban a tüske, ami itt van, az zavaró. Meg lehetne nézni, hogy az a tüske és ez az esetleges zenei átvezetés kell-e, és a macerálás, a munkafolyamat rövidítése érdekében ezt kivágnánk onnét, majd megjelöljük, esetleg visszatesszük, vagy nem, teljesen mindegy. De én a másik utat választottam, hogyha már így összeállította a hangos könyv felolvasó, illetve aki ezeket a részeket összeillesztette, akkor természetesen én nem szeretnék hozzányúlni,
Az az elvem, hogy akár rádióanyagot töltök le, magyar rádióból, vagy a magyar katolikus rádióból le lehet töltögetni, szépen, nagyon jó minőségű hanganyagokat, na lényeg az számunkra, hogy ahhoz én nem szeretnék hozzányúlni vágás szempontjából, így bizony csak a limitert fogom használni, hatás, limitálás, limiter, és megvan, és a szokásos durva vágást megteszem, hiszen látható, értelemszerűen a durva vágásnak van helye, mert nagyon nagy a tüske, normál hangzás, az pedig nagyon alacsony a tüskéhez képest, azaz ha a tüske tetejét lenyírjuk, lefűnyírozzuk, akkor sincs különösebb probléma, a hangrészhez nem nagyon érünk, oké, leokézzük, és egy kis idő elmúltával el fogja végezni, gyakorlatilag pár tüske levágása is ugyanannyi idő, mint hogyha az egész anyagba folyamatosan vágni kellett volna. Megint egy Ctrl-F-et választunk, és már látjuk, hogy a hanganyagunk egészen normális és jól néz ki. Azaz nincsenek benne túlzottan erőteljes, meg túlzottan gyenge hangzású sávok, így bizony már folytathatjuk a munkát a megszokott normális vágási, illetve hangjavítási technikával, azaz első körben lefuttatunk egy limitert, hogy őt, ezeket a kiugró tüskéket, őt meg őt ledaráljuk, levágjuk, és egy egyenletesebb hangzást kapjunk, hogy utána a normalizálással már normálisabb hanganyagot kapjunk, kifeszítsük a hang dinamikát teljes méretre, és akkor újra fogjuk vizsgálni, hogy túl sok a tüske, szeretnénk-e belőle vágni. Hatás, és megint futtatunk egy limitert, sipákol a szokásos dolog, hogy nem jelöltem ki az egészet, ez valami oknál fogva mindig elmarad nálam, limitert, és ugyanúgy durva vágást vágunk, a gyakorlatilag ebbe a síkba levágjuk a kiálló kis füleket, a kiálló kis bütyköket, a túl hangos, erőteljes részeket. Nem történik a hangnak az eltüntetése, tehát a beszédet ott hallod, a zeneszámot, átvezető zenét meg egyebet hallod, csak nincs az a durva kiugrás, ami nem engedi neked normalizálni jól ezt a hanganyagot. Hatás, megint normalizálunk, megint meghagyom a mínusz 2-es maximális értéket, és szépen lefut a normalizálás, nagyon gyorsan megtörténik, gyakorlatilag látható, hogy a hanganyagunk javult, de ennek örömére még egy limitálást szeretnék elvégezni, hogy ezek a kiugró pitchek, ezek a kiugró tüskék eltűnjenek, meg ez is eltűnjön, és utána megint normalizálunk. A hatás, akkor jön a limiter. Itt is, és az előző anyagban is, meg talán még a következőben is elmondom, nem ugrunk neki rögves az egésznek a tetejét ledarálni, mint egy fűnyíró, egy durva fűnyíró, hogy csonká nyírjuk le a tüskéket, hanem több lépésben, így jobban tudjuk kezelni. Széthúzzuk, levágjuk a magasat, széthúzzuk, levágjuk a nagy tüskéket, nem magas, mert a magas az itt magas hangot jelenteni, de a magas tüskéket levágjuk, és megint széthúzzuk, megint vágunk, és odáig csináljuk, amíg egy normálisabb minőségi anyagot nem kapunk, megint a 8-assal levágjuk, hát itt bizony van helye. A 8-as itt igazából mínusz 6-ot jelent, mert mi a 100%-ból egyszer levettünk 2 decibelt, és ahhoz képest a 8 az mínusz 6 decibeles vágás, tüskevágás jelent. Azaz a következő lépés is ugyanez lesz, lenormalizáljuk, és ez villámgyorsan le fog futni, azt hiszem nem jelent gondot, és már is egy jobban kinéző, szebb hanganyagot kaptunk. Ezt még egyszer át lehetne futtatni egy normalizáláson, de én azt mondom, hogy ezzel nem fogunk különösebben foglalkozni, hanganyag, tehát audio anyag, amit meghallgat egyszer-kétszer az ember, igazából a YouTube-ról leszedett hangoskönyv, gyakorlatilag ezt terjeszteni én nem szoktam, azaz másnak úgysem adom oda, azaz nekem ez meg fog felelni. A következő gondolat természetesen már sejthető, hogy a hanga összeillesztése az bizony megtörtént, és mindig hagytak egy kis szünetet közte. Van a hanganyag, van gondolom egy levezető zene, meg egy kis szünet. Ahhoz nagyon nagy gyakorlat kell, meg elég macerás megcsinálni, hogy van a hanganyag felvezető zenével esetleg, aztán utána hanganyag, levezető zene, és a következő is
szépen beleolvadjon ilyen átmenetszerűen az előzőbe. Itt egy szünettel oldották meg, gyakorlatilag nem a legjobb, de egy hanganyagnál, egy amatőr felolvasásnál bőven megfelel. Nekem ez a szünet nem kell, ez a szünet gyakorlatilag ilyen hosszú, én ezt szeretném eltüntetni, és el is fogom tüntetni. Hogyan? Hát természetesen most gyakoroljuk a kontrolla lenyomását, és utána hatás, és csend csonkítása. A mínusz 20 és 0,5-ös beállításon múltkor beszéltem, a mínusz 20 azt jelenti, hogy a maximum hangerő mínusz 20 decibel, azaz gyakorlatilag a mínusz 20 decibeles hangerőnél halkabb, ami valóban halk, tegyük hozzá, az jelenti a csendet, a szünetet, a hang nélküliséget, és a 0,5 pedig azt jelenti, hogy ha ennél hosszabb ez a szakasz, ami mínusz 20 decibel alatt van, akkor ő azt mondja, hogy na bizony, ő lesz a csend. Hát bizony, én a szokásos módon csonkítani szeretném, azaz 0,5 másodpercre, fél másodpercre beállítani az ennél hosszabb szüneteket, és nem kompresszálni, azaz, ahogy itt hívják, tömöríteni a szüneteket, a csendet, hanem szeretném csonkolni. A kettő közötti különbség jelentős tud lenni egy professzionális anyagnál, gyakorlatilag nekem audiokönyvnél ez a 0,5-es szünetek kellemesek, átvezeti a másik fejezethez, és nem vágok bele a beszéd normál dinamikájához tartozó csendbe, azaz ez nekem bevált, használjuk is ezt, leokézzük. És oké, csend csonkítása, alkalmazása. Na hát szépen meg is történt, valamennyivel rövidebb lett az anyagunk, meg lehetne nézni, de egy idő után már nem fog érdekelni senkit, téged se a hatodik levágás után, hiszen elvégzi a feladatot az, hogy 1 vagy 11 percet nyersz hanganyag hozva, az teljesen mindegy. Na, lényeg az, megvan az anyagunk, a fájl műveleteknél az exportálást meg kell tenni természetesen, és kiválasztjuk, illetve kiválasztod a kedvenc formátumodat, a kedvenc tömörítési módszert, és utána már lesz egy nagyon jó mentett fájlod, ami normálisan fog hangzani, és menet közben nem kell állítani a hangerőn, hiszen nagyjából, nem nagyjából, egészéből lehet látni, hogy úgy kiugró hangerőd nincs. Ha véletlenül ez nem tetszik neked, tehát ez egy ilyen egyre erősebb hangzást adó rész. Lehet, hogy a történet így alakul, és itt érdemes ezt a dinamikát megtartani. Szóval, hogyha ez zavar téged, akkor ezen a részen egy picit erősítesz, megint futtatsz egy limitálást, és utána megint egy normalizálást, és utána már egyenletesebb lesz. De én meg szoktam hagyni az ilyen leföl mozgásokat, ez egy természetes, a beszéd dinamikáját követő rész lehet. A lényeg az, hogy nagyjából ennyi az egész. Gyakorlatilag ez egy 10-15 perces munka, ami igazából egy 5-10 perc alatt lefuttatható dolog, hogyha nem beszélünk, nem magyarázunk, hanem egymás után állogatjuk a dolgokat, de itt arra kell figyelni, hogy ezt nem tudod automatizálni. Miért nem tudod automatizálni? Mert a halkabb részek vagy a hangosabb részek kijelölése, az természetesen manuálisan történhet meg, vizuális megfigyeléssel történhet meg. Ezt biztos vagyok benne, hogy professzionális vágóprogramok nagyon jól meg tudnák csinálni, de gyakorlatilag én azt mondom, hogy a kézi beállítással, a kézi kijelölgetéssel mi ezeket a feladatokat egy ingyenes, azaz az Audacity-vel el tudjuk végezni, annélkül, hogy különösebb problémánk lenne. A következő részben a zajszűréssel fogunk foglalkozni. Ahogy észre fogjátok ott is venni, az előzőekhez hasonlóan nagyon egyszerű lépésekkel, hatékony munkával gyorsan végezni fogunk egy hosszabb anyagon is, és ki fogjuk belőle vágni a zajokat, azaz el fogjuk tüntetni a háttérzajokat. Nem csoda fegyver, azért gondoljuk meg, hogy felvétel közben a felvétel technikánkat úgy alakítva szeretnénk hanganyagot készíteni, hogy ne legyen az nagyon zajos, de ezt nem mindig tudjuk garantálni, akár a technikai környezetünk, akár a technikánk olyan, akár a lehetőségeink, akár a környezet olyan, hogy azért zajos lesz a dolog, hát ezen tudunk majd javítani. A lényeg,
Ott is nagyon egyszerűen, gyorsan és különösebb szakmai tudás nélkül el tudjuk végezni azokat a funkciókat, amelyeket szeretnénk, azaz a zajt kiszűrni. Köszi szépen, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!